A közügyek főtámogatója az OTP Bank. Jó estét kívánok, ez a közügyek mai témáink, pedig a szerbiai költségvetés. Remélhetőleg ma kiderül, hogy a 100%-ból mennyi a 7%, és matematikailag is egyértelműbb lesz majd a kép. Utána pedig a vagyon visszaszármaztatással foglalkozunk, mégpedig a termőföldek vonatkozásában. Ha valakinek ilyen gondja, problémája adódott, akkor tartson velünk mindenféleképpen, hiszen rengeteg gyakorlati kérdésre kapnak majd választ a közügyekben. Kísérettségi, még pedig próbaként, akár éles helyzet is lehetne, legalábbis ezt lehet hallani, a diákok izgulnak, tanulnak, mi csantavéren jártunk, ide pedig két tanár jön, hogy egy kicsit lehűtse a diákoknak, illetve a szülőknek, a tanároknak az idegeskedését, reméljük ez is sikerül majd, a műsor végén pedig Székelykevére látogatunk majd, ez lesz a mai közügyekben, tartsanak velünk, kezdünk most. Napokon át vitázott a szerbiai parlament Szerbia költségvetéséről, hát volt ott minden, matematika, közgazdaságtan, politika, egészségügy, amennyit mindannyian megjegyeztünk belőle, hogy nem egyértelmű, hogy 100%-ból mennyi a 7%, és hát akkor innen tovább bontva, hogy végül is megkapja a vajdaság a 3/7-et, vagy nem. Remélhetőleg okosabbak leszünk az elkövetkező percekben. A közügyek vendége pedig Sándor József, Szerbia Egyesült Régióinak köztársasági parlamenti képviselője, és itt van velünk Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője. Jó estét kívánok mindannyiuknak. Én azt javaslom, hogy tartsunk rögtön egy gyors matematika órát. Mondja meg nekem, hogy hogy jön ki a 100%-ból a 7%, úgy, ahogy önök számolnak. Hát jó estét kívánok még egyszer. Az előbb úgy tetszett fogalmazni, hogy a 100%-ból hogy jön ki a 7%, vagy meg tudjuk-e ma este oldani, hogy az mennyi. A véleményem az, hogy ma este képviselő kollégával nem fogjuk tudni megoldani. Mert hogy napokon át a parlamentben sem sikerült. A csütörtöki napon nagyon komoly vita folyt arról, ugye a tartományi képviselőház beadványa alapján arról próbáltak dönteni a szerb parlamentben, hogy a 7% akkor az mennyi, 50 milliárd vagy 60 milliárd, vagy hogy is jön az ki. Minden esetre én úgy fogalmaznák, hogy végre kinyílt egy olyan kérdés, ami most már hosszú évek óta húzódott a tartomány, illetve a köztársaság között. Tegye fel ezt a kérdést. Mennyi az a 7%? Uh-huh. Tehát a konkrét kérdés. Mert ugye ez nem egyértelmű? Nem egyértelmű, tehát én most úgy szeretném elmondani, hogy az elmúlt 8 évben én tartományi képviselő voltam, tehát a tartományi padsorokból szavaztuk meg az itteni költségvetést, hogy vitáztunk arról, hogy mennyi jár vajdaságnak és hogyan osszuk. És abban a 8 évben minden alkalommal elmondtuk, hogy hiányzik még egy dokumentum, hiányzik a tartomány finanszírozásáról szóló törvény, amely talán majd precízebben megmondja, hogy pontosan hogy is számolják. Az elmúlt években a szerb parlament nem vitázott tulajdonképpen arról, és nem is merült fel ilyen keményen, mint az idén ez a kérdés, ilyen komolyan nem került az asztalra. Az idén pedig az asztalra került, és valóban akkor tölt a párca, hogy a költségvetést hogyan is kell számolni. A költségvetés két tételből áll, az egyik oldal a bevételi oldal, a jövedelmi oldal, a másik a kiadási oldal, és nyilván ebben a mi országunkban... Kiderült, hogy vannak ilyen alkategóriák is, nem? A mi országunkban sajnos a bevétel és a kiadások nem egyeznek meg, és ettől kezdve két oldal a költségvetésnek különbség van. Ez történt 2012-ben is, költségvetési hiány merült föl, az év végén rebalanszot fogadtunk el, költségvetési módosítás történt, amire a módosított összegre a szerb parlament nem hagyta jóvá azt a 7%-ot, tehát a különbség nem hagyta jóvá 7%-ot. A tartományi parlament, illetve hát a VMS és egyéb ellenzéki pártok képviselői beadványt adtak be, és most, amikor néhány héttel később az asztalra került a 2013-as költségvetés, komoly törvénymódosítási javaslattal álltak elő. Hallgassuk meg azért a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőjét is a témában. Igen, két gond van. Az egyik a költségvetési rendszerről szóló törvény. Sándor József erről beszélt, hogy ennek a módosítását javasolta a tartományi parlament, azt megelőzően pedig a pótköltségvetés vitájában a Vajdasági Magyar Szövetség. Ugyanis
A néhány hónappal ezelőtt, két hónappal ezelőtt Nagy Andinkics által beterjesztett költségvetési rendszerről szóló törvény módosítása alapján relativizálódott ez a 7%. Mi rögtön fölhívtuk erre a figyelmet, ugyanis az alkotmány azt mondja, hogy a tartományt a köztársasági költségvetés legalább 7%-a illeti meg. És az a gond, hogy ugyanarról lehet vitázni, hogy a 7%-ot a bevételi oldalból vagy a kiadási oldalból kell leszámolni, és voltak is erre vonatkozó viták az elmúlt években. Viszont most az a gond, hogy a bevételi oldalnak csak egy szeletéből kell a 7%-ot számolni, és mi azt mondjuk, hogy az alkotmány ellenes, ezért van az, hogy a tartományi parlament és a kormány az alkotmánybírósághoz fordul, de mivel az alkotmánybíróság nem két-három hónap alatt szokta a döntéseit meghozni, ezért élt a törvény módosítási javaslat benyújtásának a lehetőségével. Tehát ez az egyik gond. Addig, ameddig nem módosul újra a költségvetési rendszerről szóló törvény, addig sajnos nagyon nehéz lesz ezt a 7%-ot elérni, mert mondom még egyszer, a bevételi oldal csak egy részéből számolják. Mi ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy két hónappal ezelőtt a kormány arról próbált bennünket meggyőzni, hogy az 50-nek a 7%-a az nagyobb összeg lesz, mint a 100 dinárnak a 7%-a. Nagy Andinkics élen járt ebben a kérdésben két hónappal ezelőtt. Tehát ez az egyik probléma. A másik probléma pedig maga a jövő évi költségvetés. Itt viszont nem a 7% az elsődleges gond, de hogy az elmúlt években se a 7% volt az elsődleges gond, hanem a 3 heted. Ugye az az alapvető probléma, és emiatt szavaztunk mi 2009 végén a költségvetési javaslat ellen, annak ellenére, hogy akkor a VMS a kormánykoalíció tagja volt, tehát nem most nyílt meg először ez a kérdés, hanem folyamatosan voltak konfliktusok az elmúlt években is, hogy rengeteg olyan összeg van, olyan szegmense a tartományi költségvetésnek, amely csak átfolyik a tartomány költségvetésén. Ilyen ezek például az úgynevezett transfereszközök, pontosan, hogyha nézzük. Ilyen, így van, ilyen például a pedagógusok bérére elkülönített összeg, ilyen az önkormányzati transfereknek a kérdése. És mi azt mondjuk, hogy természetesen nem kérdőjelezzük meg, hogy a tanároknak kell fizetést kapni, de nem csak Szabadkán vagy Zentán kapnak a tanárok fizetést, hanem Vrányában vagy Kragujevácon is. Éppen ezért nem kellene ezt a 7%-ba beleszámolni. Az önkormányzati transzferek esetében pedig hasonló a helyzet. Nem csak Kishegyes vagy Ada kap pénzt a költségvetésből, hanem nem tudom, Vladicsinhán is, vagy pedig Csácsak. Tehát nem tisztességes dolog ezt beleszámolni, és beruházásra, nagy beruházásokra nem marad meg az a bizonyos 3 heted, és ezért van az, hogy Vajdaság egyre inkább lemarad, ezért van az, hogy nem folytatódhatnak a beruházások, és ezért nem jó a költségvetési javaslata. Ön ugye az előbb is mondta, hogy korábbi mandátum a tartományi képviselő volt. Most azok alapján, amiket Pásztor Bálint VMS-es képviselő elmondott, ön nem látja úgy, hogy Vajdaság hátrányos elbírálásba kerül, mondjuk például ezeknek az átfolyó pénzeszközöknek a tekintetében? Hát egy-két mondatot mondanák, nem hosszan, igyekszem rövid lenni, tehát mindazt, amit Pásztor kolléga elmondott, ez valóban így áll. A bevételi oldalon 956 milliárd dinár van előlátva a szerb költségvetésben, viszont nem erre számolják a 7%-ot, hanem csak a 837 milliárdos adóbevételre. Fölmerül, tehát nem egy kisebb szegmensére számolják, a nagyobb szegmensére számolják. 128 milliárd a különbség. Az a különbség, ami adódik, tehát a két összeg között, az az Európai Unió különböző alapjából befolyó pénzek, amelyek már céleszközök. A kormány úgy ítélte meg, hogy azok a céleszközök, mivel célprogramokra mennek, abból, hogy vegyenek el 7%-ot, tehát csak a valós bevétel, adóbevételekre számolják ez a 7%-ot. Miért nem elfogadható? Azért, mert egyébként nem ezt írja a törvényben. Az alkotmányban. Nem, a törvényben azt írja, hogy az alapot azok a kiadások jelentik, amelyeket adóbevételből fedeznek. Nem azt írja a törvényben, hogy az adóbevételeknek a 7%-a, és mi ezt mondjuk két hónapja, és ez manipulációra visszaélése ad okot, hiszen a pénzügyminisztériumban néhány ember tudja azt, hogy mi a kiadás, mi a ráfordítás. Mi képviselők sem tudhatjuk, a többiek pedig még kevésbé, tehát ezért mondjuk mi azt, hogy jobb lenne visszaállítani a két hónappal ezelőtti rendszert. Az alkotmány meg egy teljesen más tészta, mert ahogy az előbb mondtam, nem lehet csak egy részére számolni a 7%-ot, hanem a teljes bevételi oldalra kellene, vagy a kiadási oldalra, az ugye nekünk vajdaságiaknak még jobban megfelelne.
mert az utóbbi 5-6 évben mindig hiány állapítható meg a költségvetésben, tehát a kiadási oldal nagyobb, mint a bevételi. Így van. Hát én ezt csak úgy tudom kommentálni, hogy a 2012-es költségvetés módosításánál is felmerült egy komoly, majdnem 200 milliárdos különbség a bevétel és a kiadási oldalon. A mínuszt azt szanálni kell, a mínusz abból adódott, hogy az előző kormány nem látta elő, például a bányászok, a vasutasok fizetését nem látott elő, még egy rakás dolgot nem volt betervezve. A bejövő pénzeket elköltötték, mert választási kampány volt, azt a mínuszt le kellett fedni. Mínuszra! Amikor lukat fedünk, hogyan adjunk üres zsebből még 7%-ot? Tehát ez volt az a kérdés, amit a kormány mag előtt felvetett, ezért nem lett elfogadva. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a költségvetés is valószínűleg el fog menni így, ahogy most be van terjesztve a parlamenti többségnek. De most köszönhetően... akkor ez a költségvetés nem lyukakra épül legalábbis egy része, vagy az úgy működik Szerbia vonatkozásában, Vajdaság részére meg nem? Én azt mondom, hogy a matematika alapján a Vajdaság autonóm tartomány 2013-ban 6 milliárddal több pénzt fog kapni, mint az előző évben, ezzel az alappal is, ami jelen pillanatban, hogy úgy mondjuk vitatott. Illetve azt mondom, hogy a nyílt vitában, a parlamenti vitában a múlt héten ott voltunk mind a ketten, ígéretet kaptunk arra, hogy jövő év júliusáig, július 1-ig megszületik ez a famózus finanszírozásról, pénzeléséről szóló törvény, és én remélem, hogy legkésőbb azzal a dátummal eloszlanak majd minden kételyek, illetve minden probléma ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Amíg kételyeket oszlat Belgrád, addig Vajdasággal mi van? Addig Vajdaság sajnos egyre inkább leszakad. Én nem mondom, hogy ez a jelenlegi kormánynak a bűne, ugyanis valamivel több mint 100 nappal ezelőtt alakult meg a kormány. Viszont a Vajdasági Magyar Szövetségnek az álláspontja nem változott, ahogy az előbb említettem, az elmúlt években is küzdöttünk a vajdasági pénzekért. Az, hogy Vajdaság 6 milliárddal többet kap, az nem felel meg a valóságnak, ezt tisztáztuk 3 nappal ezelőtt Nagyán Dinkittyel a parlamenti vitában. Úgy jön ki ez a plusz 6 milliárd, hogy a régi alapra számolják a 7%-ot, viszont mivel a Dinkittyi javaslat értelmében ez az alap 128 milliárddal csökkent, ezért nem 6 milliárd többet, hanem 9 milliárddal kevesebbet fog kapni Vajdaság a költségvetés értelmében, de még egyszer mondom, nem ez az igazán nagy gond. Az igazán nagy gond az, hogy mintegy 14 milliárd dinár fog hiányozni nagy beruházásokra, ebből rengeteg mindent lehetne építeni, sok mindenben lehet kifejezni, hogy hány színház épület, hány iskola, stb. Ami ettől is nagyobb gond, hogy teljes mértékben ellehetetlenül az építőipari cégeknek a munkája, és kiszámolták a tartományban, hogy a 16 ezer építőipari foglalkoztatottból a fele nagyjából munkanélkül maradhat, és ez viszont már ennek a kormánynak a működése alatt fog történni. Viszont biztos, hogy megnyugtató megoldás csak azt jelentene, hogyha a Vajdaság pénzeléséről szóló törvény elfogadásra kerülne, a kormányon múlik, hogy ez mikor fog megtörténni. Hát én még egyszer elmondanám, hogy a parlamenti vitában ezt aláhúztuk és ígéretet kaptunk mindannyian, tehát nem a Vajdasági Magyar Szövetség, nem a tartományi kormány, hanem minden képviselő, aki bent volt az épületben, illetve abban a pillanatban részt vett a vitában, hogy ez a következő év első felében meg fog születni. Viszont egy mondatot még szeretnék hozzátenni itt az előbbi felvetéshez, ami az építőipar problémáját illeti. Hát az, hogy a Vajdaságban politikai okok miatt túlméreteztünk az elmúlt néhány évben néhány beruházást, és olyan építkezésekbe, olyan nagy építkezésekbe mentünk bele, amire nem volt fedezetünk, nem volt pénzünk, ez sajnos igaz, és ezt tudja mindenki. Az is igaz, hogy a szerb kormány a tartományi kormánnyal kötött megállapodás alapján ezeknek az adósságoknak a kivizetését átvállalta, és ezek meg fognak történni a közeljövőben. Az is igaz, hogy a tartományi kormány fő kérésére az Újvidék, Rómás-Savac, autóút, az alagúttal a Fruska-Korán keresztül ezen a 7%-on kívül benne van a költségvetésben, és ez is a tartomány javára lesz írva a következő évben. Tehát úgy gondolom, hogy a probléma nem olyan nagy. Minden esetre itt a végén el szeretném mondani, hogy a parlamenti vitában a Vajdasági Magyar Szövetség nagyon konstruktív és építő jellegűen állt ehhez a problémához. Én elfogadnak gondolom, ebből bármit, ebből a konstruktív építő jellegű meglátásokból? Hát képviselőtársam javaslata 10 millió dinára vonatkozóan, amely a közös magyar-szerb vegyes bizottság működésére
lesz előlátva, ezt ő javasolta személy szerint. Igen, ezt a VMS frakciója. Ezt rögtön a helyszínen jóvá is hagyták. A további módosítások, tehát amelyek gyökeresen változtatnák a költségvetés, szerintem az vitatott, hogy el fog-e menni. Minden esetre én bízom benne, hogy ezt tavaszra, ezt a kérdést teljes mértékben megoldjuk, és úgy oldjuk meg majd, hogy közmegelégedésre. Önök akkor nemmel szavaznak ebben a pillanatban, úgy tűnik? Mi biztos, hogy nemmel fogunk szavazni, egyértelmű, hogy a vajdasági problémákat nem fogja ez a költségvetés orvosolni. Hogyha az elmúlt 5 évben nem károsították volna meg 70 milliárd dinárral a mindenkori szerbiai kormányok vajdaságot, akkor nem lenne túlméretezett projektum vajdaságban, úgyhogy erre ennyit szeretnék mondani. Ami pedig a vajdaság pénzeléséről szóló törvényt illeti, nagyon bizakodás ad az okot, hogy az én fölvetésemre azt mondtam Nagyan Dinkić, hogy a tartományi szakértőket is bevonják majd a munkába. Eddig ő másképp nyilatkozott erről a kérdésről, most van egy nyilvánosan elhangzó ígéret, úgyhogy várjuk a fejleményeket. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük a lehetőséget. Gondja van a magyar állampolgársági, a vagyon visszaszármaztatási vagy a rehabilitációs papírügyekkel? Nem tudja, kihez is fordulhatna? Keresse fel a Concordia Minoritatis Hungarici Polgári Egyesületet. A CMH irodák vajdaság szerte segítenek a kérelmeik hatékony és zökkenőmentes benyújtásának elősegítése érdekében. Ismét kihelyezett ügyfélfogadásokat tartanak Magyar Kanizsán, Topolyán, Kishegyesen, Bács-Feketehegyen, Török Kanizsán, Csúkán, Adán, Kisoroszon, Tordán, Óbecsén, Törökbecsén, Kulán és Nagykikindán. Emellett továbbra is várják önöket állandó irodáikban, Szabadkán, Zentán, Nagybecskereken, Újvidéken, Temerinben, Zomborban. A CMH irodák szolgáltatása ingyenes. Egyre többen kérik, hogy foglalkozzunk akár itt a közügyekben is és egyéb műsorainkban is a vagyon visszaszármaztatás kérdésével, mert hogy egyeseknek a folyamatban problémáik merülnek fel, egyre több papírt kérnek tőlük a hivatalos helyeken, amelyeket egyre nehezebb beszerezniük. Következik egy személyes történet, Futó Ibolyái, utána pedig a CMH jogásza válaszol majd a gyakorlati kérdésekre. Nagyon nehéz volt az élet, mert abszolút nem volt mit ennünk, nem volt semmink, mert az volt meg, ami csak rajtunk volt. A kulcs náluk volt, az államnál, mert édesapnak volt fegyvere, vadász volt, és akkor kellett, hogy hát a kulcsot azt elvették tőlük, és ők saját maguk mentek be a lakásba. Bútorból kaptunk valamit vissza. Közben, mikor költözgöttünk, kint voltunk az öcsémmel, meg aki költöztetett bennünket, azok a régi spenniterek voltak. Hát, mikor mentünk az úton, nem lefordult. Ami volt, az is minden összetört. Úgyhogy, hát ez nem tudom magának elmesélni, mert olyan nehéz életem volt, hogy nagyon nehéz. Futó Ibolya 1946-ról mesél, amikor családjától elkobozták vagyonukat. Nem csak földjeiket, hanem a házukat is elvette az állam. A két szülőt pedig évekre börtönbe zárták. Az elkobzott házat azóta lebontották. Azt kötvényformájában kaphatja vissza az asszony. A földeket azonban visszaszármaztathatja az állam az asszonynak. Azért 42 volt, 881 négyszögöm, más a négyszög és a négyzetméter. Ezt vették el, na és én ezt kérem vissza. Ibolya elmondása szerint minden szükséges dokumentumot beszerzett a vagyon visszaszármaztatáshoz. Ez azonban nem volt elég. Szerinte azért kérnek még egyéb papírokat, mert az államnak nincs szándékában visszaadni a földeket. Az asszonytól azt kérték, pontosan nevezze meg, hogy kik kapták az elkobzott földeket, és mekkora parcellák jutottak az új tulajdonosoknak. Ezeknek az agrár érdekelteknek kellett hogy a nevüket, hányan kapták, mennyit kaptak, parcellaszám, a régi, hogy hívják parcellaszám, és identifikálva az új parcellaszám is, és most kinek a nevén van.
Futói Ibolya korábban a szabadkai vagyonvisszaszármaztatással foglalkozó egyesület vezetője volt, ezért is van tisztában az idevágó rendelkezésekkel. Szerinte ez már nem szerepel a törvényben. Az asszony most megpróbálja pótolni a hiányzó dokumentumokat. A papírmunka egyébként nem kis költséggel jár. Egyebek mellett emiatt is tartanak a kérelmezők attól, hogy végül föld helyett a semmit sem érő kötvényekkel szúrják ki a szemüket. A közügyek vendége Maglajcsi Liljana jogász, aki a CMH irodában Szabadkán fogadja az ügyfeleket és segít a vagyonvisszaszármaztatási kérdésekben. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy itt volt. Az egyik ügyfelét láttuk, ő nyilatkozott ebben a riportban. Hát az ember úgy érzi, hogy nyomozóvá kell előlépnie ahhoz, hogy megoldjon bizonyos problémákat, vagy legalábbis hát kutatóvá, hogy kikeresse, hogy ki, hol, mikor, miért használta a korábbi vagyonából, már mint a termőföldjéből adott esetben, ez így mind állja? Igen, ebben az esetben tényleg megtörtént, hogy az ügyfőtől kérték az agrár érdekelteknek a nevét is, és valójában azt kérik, hogy az egész az 1945-től 1990-es évekig bizonyítsa, hogy milyen úton történtek a tulajdonjogi átruházások az adott ingatlanokon. Ez rendben van így? Nincs. Valójában a törvényen elég szűken fogalmaz, de annyi biztos, hogy azt kéri, hogy az ügyfél mellé kell azokat a telekönyvi betéteket, amelyek bizonyítják, hogy a volt tulajdonos az ő rokona, és hogy valójában az az ingatlan a volt a rokona nevén található volt 1945-ben, 46-ban az agrárreform idejében, és azt is kéri, hogy mellékeik a mostani ingatlan lapokat, hogy így tudomást szerezzünk arról, hogy természetben megtörténhet a visszaszármaztatás vagy sem. Ez a köztíd, ez 1945-től... Hát ezt nem kellene levezetni az ügyfélnek, nem? Nem, egyáltalán nem köteles ezt levezetni, és maga a történelmi levétel is Szabadkán neheztelt a módosítás vagy a kérelem kapcsán, mivel nagyon túl vannak terhelve emígy is a kérelmekkel, és ez még jobban megnehezíti a munkájukat. Ez egy nagyon összetett munka, azt jelenti, hogy 1945-től 90-es évekig végig kell nézni az összes telekönyvi betéteket, hogy kinek a nevén volt az az ingatlan is, hogy kinek van most, és ezért nagyon elhúzódik maga az eljárás. De ezt meg is teszik, hiszen ön az előbb úgy fogalmazott, hogy a törvény ezt nem kéri, legalábbis szűkszavúan fogalmaz e tekintetben, de hogy abból az szűrhető le, hogy a köztes fázis nem köteles az ügyfél levezetni. Tehát, hogy A pontból hogy került C pontba ez a föld. De ennek ellenére az ügyfél ezt teljesíteni fogja? Igen, az emberek nagyon félnek, hogy végül tényleg semmi lesz az eredménye ennek a nehéz munkának, és mindent, amit kér az ügynökség, azt próbálnak beszerezni. Nagyon kitartóak, és mindegyik állami szervez folyamodnak, amelyik valamilyen úton, módon tudna segíteni az esetükben, és a levéltár viszont kiadja ezeket a dokumentumokat, viszont már így is nagyon túl vannak terhelve, de viszont a többi ügyekben is ilyen kutatást fognak keresni és kérni, akkor szerintem még jobban átolódik ez a vagyonvisszaszármaztatási eljárás. És ön mit javasol? Kell teljesíteni ezeket a feltételeket, amelyeket hát végső soron nem törvényesen kérnek? Mindenféleképp kell teljesíteni, mivel ők az állami szerv, és mi csak polgárok vagyunk. Viszont az ügynökségben azt az értesítést adták, hogy ők a közelmúltban már egy jelentést adtak a minisztériumnak, és egy törvénymódosítást szeretnének ezúton elérni, mivel már maga a tagosítás probléma is elég sok gondot okoz, és ahhoz vezet, hogy a vagyonvisszaszármaztatási eljárás termőföldek témájában jelenleg stagnál, és egy döntést sem hoztak. És milyen törvénymódosításra lehet számítani? Valójában az elején úgy volt előírva a törvényben, hogy tagosítás esetén a földhivatal csak egy olyan bizonylatot köteles kiadni, hogy tagosítás történt, vagyis hogy az adott parcel egy tagosítási masszába került be, de viszont, hogy annak a parcelnak mi lett a sors, és hogy kinek a tulajdonában van ma, nem volt köteles a földhivatal kiadni. Ez egy kicsit ellentétes egy másik szakasz a törvényben, miszerint az ügyfél akkor, vagyis a polgár akkor kaphatja vissza az ingatlant, ha bebizonyítja, hogy az a parcella valójában bekerült a tagosítási masszába, és az a parc, ami kijött a tagosítási masszába, az még mindig állami tulajdonban van. Úgyhogy már az elején tudni való volt, hogy gondok lesznek, és hogy megakadások, és már márciusban tudtuk, hogy törvénymódosításra
muszáj, hogy sor kerüljön, és reménykedünk, hogy valójában ezt az egészet így intézik. Maga csere lehetősége is, mint úgy, nincs előrelátva. Ez azt jelenti, hogy ha állami tulajdonban van még a föld, akkor visszakaphatja a polgár. De viszont, ha már eltulajdonították és magánosították, akkor a kérelme valójában csak kötvényeket eredményezhet. És ez nagyon sok polgárnak persze nem éppen... Meg a környező országok tapasztalata is azt mutatják, hogy a kötvények a reális érték alatt vannak még hozzá jócskán, hiszen voltak olyan példák, hogy körülbelül a 10%-át kapta meg végül kötvények formájába kézhez. Igen, mert hogy időközben aztán majd föllépnek olyan emberek is, akik a kötvényekkel kereskednek, hát ilyen félig szürke zónában tapasztaltuk már ezt. Nagyon sok embert ismerek, aki neki fogna a termőföld visszaigénylésének. Hogyan tegye? Minél kevesebb útvesztővel milyen megoldás van? Szerintem mindannyian tudjuk, hogy milyen dokumentumokat kell beszerezni vagy a visszaszármazási kérelemhez, és nagy rész az állami szervezet most már azért inkább segítőkészebb. A földhivatal is Szabadkán most már egy tagosítás esetén is kiadott egy identifikációs táblázatot, úgyhogy én remélem, hogy lassan beindul ez a folyamat. A Topolyai földhivatal beszéltem minap, és ők is azt mondták, hogy még nem kötelesek, és még egy olyan elrendelést nem kaptak a köztársasági földhivataltól, hogy tagosítás esetén is kiadják ezt az identifikációs táblázatot, de valójában várják, hogy ez bekövetkezik. Az emberek várjanak addig, míg megtörténnek ezek, akár a törvénymódosításra is sor kerül, vagy pedig kezdjenek már most hozzá? Szerintem kezdjenek most hozzá, és akkor lassan kialakul így a folyamat is. Segítséget egyébként a CMH irodákban kaphatnak Vajdaság szerte. Igen, Szabadkán tőlem, és persze Zentán, Zomborban, Nagybecskereken, Újvidéken és Temerinben is. Arról tudunk adattal szolgálni, hogy mekkora az igény? Magát az ügyfeleket? Igen, illetően, igen. Hogy nekem például volt több mint 300 ügyfelem, és nagy része termőföldet követte, vagyon visszaszármaztatás útján. Vannak kérelmek, amelyek csak 10 hold földre korlátoznak, de viszont vannak 100 holdon felüli kérelmek is útszintén. És azt mondta az előbb, hogy hát egyetlen egy döntés nem született még ezzel kapcsolatban. Nem. És nem csak az én ügyfelem kapcsán sem, hanem egyáltalán maga az ügynökség is, akárki, ha felhívja, ezt bizonyítani tudja, hogy mivel várják a törvénymódosítást és a tagosítás és a csere lehetőségnek a problémájának a rendezését, ezért még ezt az ügyet nem intézik. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm. Kolibri Nagycsaládosok Egyesülete élelmiszergyűjtő akciót szervez. A cégek, intézmények adományait november 30-áig várják. Lakjon jól minden gyermek! Teli hassal teljen az ünnep! A közügyek főtámogatója az OTP Bank. Napokon belül próbakísérettségit írnak majd a nyolcadikosok, így próbálják a végzős általános iskolásokat felkészíteni, majd arra stressz helyzetre fogalmaznak egyesek, amelyek hát a nyolcadik év végén várnak rájuk, és amelyek mentesítik őket majd a külön minősítő vizsgák letevése alól, hiszen maga a kísérettségi váltja fel a minősítő vizsgákat, természetesen a tehetséggondozókban marad majd maga a felvétel. Hogy a csantavéri diákok izgulnak, ez kiderül most, utána pedig az is, hogy érdemes-e izgulni. 75% ismeretlen lesz, és 25% hasonló példa. Ezek a diákok éppen a próbakísérettségire készülnek a csantavéri iskolában. Attól tartanak, hogy az ismeretlen feladatok kifognak majd rajtuk. Félek tűnlel, még szerintem nehéz is lesz. Intenzíven gyakorolni, olyan másba elkezdek rá gyakorolni. Biztos, hogy többet fogok készülni rá, félni nem félek, csak egy kicsit izgulok. Járok külön órára, és hát 2 óra hosszát járok a Dorgovics tanítónénihez,
és remélem sikerülni fog az érettségi. A tanárok szerint szükség van a szabályok szigorítására, de a régi rendszerben könnyebb volt a felkészítés. Úgy vélik, hogy a változással több előnyre tehetnek szert a diákok. Igen, támogatom, és nagyon sok előny származik belőle, itt a gyerekek egymástól is tanulnak, természetesen ellenőrzöm, hogy jó irányba haladjon a számítás és a feladatok. Segítenek egymásnak az egymások közötti együttműködés, kommunikáció, nyilván ami majd az életbe is szükségük lesz, az is fejlődik náluk. Készülnek a gyerekek, tehát mi heti rendszerességgel tartjuk az előkészítő órákat, de nem lehet 100%-ig felkészülni, főleg, hogyha tehát hatalmas nagy anyagrészről van szó, nagyon sok mindent kellene, hogy tudjanak. A matematikát és az anyanyelvet érinti a változás. Több diák külön órára jár az iskola mellett. A tanárok szerint erre nem minden esetben volna szükség. Azt mondják, kellő szülői odafigyeléssel a diákokat nem érheti meglepetés a vizsgán. Nem tartom szükségesnek, hogy külön órára járjon még az iskolai matematika pótóra mellett, mert ha valami gondja van, lemaradt vagy hiányzott egy-két hetet, azokra is mindig odafigyelünk, behívjuk pótórára, hogy a hiányosságokat pótolják. Azt, hogy a szülő hogy küldi külön órára, én úgy gondolom, hogy amennyiben olyan emberhez küldi, aki tudja is, hogy mit csinál, akkor nincs ellene kifogásom. December 10-éig országszerte a nyolcadikosok megírják a próba kísérettségiüket. A diákok izgulnak, a tanárok szerint viszont nincs mitől tartaniuk. A közügyek vendége pedig két tanár, itt van velünk Burány Zsuzsanna matematika tanár, a Szabadkai Széchenyi István általános iskolából és Jenei Tamara magyar tanára, a Szabadkáról a Majsai úti általános iskolából. Jó estét kívánok mindkettőjüknek! Jó estét! Hát a próba érettségi miatt izgul gyerekszülő tanár, érdemes? Hát valamilyen szinten érdemes is, mert ugye nyolcadikosoknak ez lesz az első ilyen nagy-nagy felmérő, hogy mégis megtudják, hogy az a 4 év alatt mennyit sajátítottak el, ugyanúgy matematikából és magyar nyelvből is, úgyhogy ez egy jó nagy válasz lesz a tudásukra, ez a próba érettségi szerintem. Én amikor beszélgettem diákokkal, hát azt mondták egyrészt, hogy magától a helyzettől félnek, mert hogy az új, közben én megmondom, hogy írtatok már ellenőrzőt, feleltetek, voltak nagy dolgozatok, hogy hát lényegében maga a helyzet azért csak ismerős, még hogyha nagyobb tananyagról is kell számot adni. Így van, sokakban ellenállást váltott ki maga a próba érettségi. A szülők és a gyerekek kérdően néztek, hogy de miért tesznek ki bennünket feleslegesen még egy stressznek, elég lesz élesben megírni. De bebizonyosodott tavaly is, igen, hogy ez egy nagyon jó dolog. Ugyanis a tanulók egyrészt fel tudják mérni a saját tudásukat, és fényderül a hiányosságokra is. A tanár számára is egy nagyszerű mutató, hiszen látja, hogy melyek azok a területek, amelyekre még nagyobb hangsúlyt kell fektetni, ahol még pótlásra van szükség. Ezen kívül maga a helyzet nem lesz idegen, hiszen most képzeljük el, hogy 14-15 éves kamaszok vagyunk, nem elég probléma a kamaszkor, még ott van egy tanár, meg a próba érettségi. És berendelnek bennünket a 8. év után az iskolába egy megadott időpontra. Idegen emberek, tanárok, felügyelők járkálnak a padsorok között, és nekünk maximálisan jól kell teljesítenünk. Én azért közbeszólnék, mert én anno, amikor a gimnáziumba felvételiztem, ugyanilyen kamasz voltam, ugyanennyi idős, ugyanennyi problémával, és ugyanígy bementem idegenek közé, és mégiscsak megoldottuk a helyzetet, mert hogy bekerültem tovább, tudtam tanulni. Akkor miért kell a mai gyereknek még ehhez külön totojázgatás? Humánusabb lett azóta a világ egy kicsit, és szerintem szükség van rá, hogy szokják magát a légkört, és hogy megismerjék magának a vizsgának a folyamatát, hiszen ott vannak szabályok, van az egész procedúrának egy lefolyása. És nem árt, hogyha azzal előzőleg megismerkednek. Milyen szabályok vannak? Hát például nálunk ugye jövő szombaton a tornateremben lesz megtartva a nagy próbaérettségi, 105-8. Osztályosunk van, tanulóink. Tehát a szabály az, hogy mindenki egy padban ül, tehát ABC sorrendben van összekeverve a tanulók neve, mindenki ugye a saját tesztjét írja, tehát semmi ceruza, tehát ceruzával lehet írni olyan értelemben, hogy utána át kell, hogy írja. Tehát vannak azért szabályok, amiket ugye nem lehet elhagyni addig, amíg be nem fejezi a tesztet. Tehát
De magának a próbaérettségének tétje nincs, tehát etéren lazíthat mindenki. Így van. Igen, csak egy mutató, egy képmutató, hogy a tudását, hogy mennyit tud. És hát amiatt is föllángolnak néhol az indulatok, mert hogy lesznek ezúttal ismeretlen feladatok is, amelyekkel korábban a gyerekek nem találkoztak a feladatgyűjteményekben. Igen. Méghozzá 75%-ban lesz most ismeretlen, 25%-ban pedig hasonló, ami a feladatgyűjtemény. Van. Úgyhogy hát... Az, hogy ismeretlen, ez mit jelent? Olyan, azt jelenti azt, hogy ismeretlen, tehát hogy nincs benne egyáltalán olyan típusú feladat a feladatgyűjteményben, de mégis abban a 4 év alatt az órákon találkozhatott biztos olyan feladatokkal. Ezt jelenti az ismeretlen. Nem olyan, hogy most kitalálunk valamilyen ismeretlen feladatot, amit soha az életben nem lehet megcsinálni, vagy nem is láttak, vagy... Tehát nem ismeretlen téma, hanem ismeretlen feladattípus, de meg lehet oldani azokat is. Azt önök hogyan látják, hogyan értékelik maga az érettségi, az a lexikális, a kis érettségi a lexikális tudást követeli meg a gyerekektől? Véleményem szerint nem, és épp ez az előnye, ebben tér el a valamikori felvételi vizsgáktól. Az egész oktatás igyekszik átállni egy kompetencia alapú oktatásról beszélünk az utóbbi időben, ugye. Nem lexikális tudást várunk, nem azt akarjuk, hogy a tanulók felmondják, visszamondják a definíciókat és a bemagolt ismeretet, amit elsajátítottak, hanem hogy azt a tudást a gyakorlatban is tudják alkalmazni. Tehát ez a magolósoknak egyáltalán nem kedvezés, azért a diákok nagy része még mindig ezt a tanulási formát választja, nem? Megtanulom azt a két oldalt, amit kell, ha lehet, lefelelek gyorsan, és el is felejtem. Igen, hát pont erre próbáljuk őket ösztönözni, hogy ne ez legyen a céljuk, hogy lexikális, hanem gondolkodjanak. Ugye mindennapi életben kell gondolkodni, és ugyanúgy a matematikában is nagyon sok feladatot nem lehet fejből megtanulni, ugyanúgy a képleteket is. Mert a képleteket is megtanulja fejből, lehet, hogy pont abban a pillanatban összekeveri a képleteket, hanem pont alapról vezesse le azt a képletet, és az alapján nem fogja összekeverni, és megvan oldva a probléma. Hogyan látják a gyerekeket, felkészítették erre? Tehát az a 8 év, amit az iskolapadba töltöttek meg, hát korábban az iskola előkészítő, meg akár a napközi is, hogy megadta ezt a tanulási módszert? Véleményem szerint a felkészülés az első osztálytól megkezdődik, de ha merészebb kijelentést akarok tenni, akkor a születéstől. Tehát nagyon sokat számít, hogy a szülők mit adnak, mit nyújtanak a gyerekeknek már kora gyerekkorukban. Ez a tudás ez nagyon, nagyon meg fog látszódni a későbbiekben az iskola folyamán. És én úgy érzem, hogy a 8 év az tökéletesen elég, és én azt hiszem, hogy a legtöbb iskolában szeptember 1-től megindulnak a felkészítő órák, tehát nem kapkodunk. De itt hallottuk egyébként a riportban, hogy nagyon sok gyerek jár külön órára fizetett tanárhoz. Szerintem is felesleges. Tehát mindent az órákon át tudunk adni a tanulónak. Arra kell őket tényleg megint összenezni, hogy ott legyenek az órán, figyeljenek. Természetesen egy kamasz gyereknek ezt nehéz lesz így elmagyarázni, hogy most nem másra gondolj, hanem erre az órára. Úgyhogy valószínű, hogy meg ugye az otthoni készülés, tehát hogyha gyakorolnak és akarják otthon csinálni, már pedig van előkészítő füzetük a tavait, nyugodtan be tudják szerezni, le lehet. Ugye bárkitől, tavalyi osztálytársaktól, vagy valakitől meg tudják szerezni, úgyhogy aki akar, az tud rá készülni. Úgyhogy itt tényleg megint csak azt mondom, hogy az akarat kérdése az, hogy... Egyébként önök milyen taktikát javasolnak? Van, aki ugye elolvassa rögtön az összes kérdést, és hát vagy pánikba esik, hogy úristen, ennek a többségét én nem tudom, vagy pedig megörül, hogy a többségét tudom, és akkor valami sajátos logika alapján kezdi megoldani, kiválasztani a feladatokat. Van, aki meg lépésről lépésre, és aztán az első nehezebb feladatnál leakad, utána pedig hát azt sem tudja időben megcsinálni, amit esetleg tud. Mi a jó módszer? Hát én azt ajánlom nekik, tehát a tanulóimnak, hogy mindig nézzék át az összfeladatot, és a legkönnyebbről kezdje, a legkönnyebbtől kezdje, a legkönnyebbeket oldja meg, és akkor utána nehezebb feladatoknál több ideje lesz, és akkor azon, hogy gondolkodjon. Hogy mégis ne az legyen, hogy többet gondolkodik, ugye előbb a nehezebb feladatokkal kezd, gondolkodik, és múlik az idő, és akkor pont a könnyebb feladatokra meg majd nem jut ide, amit meg tud csinálni.
Úgyhogy én ezt ajánlom a tanulóimnak. Így van, én is ezt a taktikát alkalmazom, és a próbaérettségi még abból a szempontból is nagyon jó, hogy fel tudják mérni, hogy a rendelkezésükre álló idő elegendő-e ahhoz, hogy kitöltsék ezt a tesztet, ahol 20 kérdéssel találkoznak. Tehát be tudják osztani, el tudnak gondolkozni, hogy mennyi időt tudnak egy-egy feladatra szentelni, és ha fennakadnak valahol, akkor inkább lépjenek tovább, és hagyják azt a feladatot, ami nehézséget okozott. Hány alapszintű, középszintű, illetve hát ilyen felsőszintű, legnehezebb típusú példa lesz majd a teszteken? Hát itt pontos adatokat nem tudok mondani, mivel ugye 75% az ismeretlen, abból biztos, hogy lesz alapszintű feladat is. Előző éveken azért az 5 feladat, 2 évvel ezelőtt volt, hogy 10 feladat az alapszintű feladat volt. Most tavaly talán 5 feladat volt alapszint, és akkor 5 közép, meg vagy 10 közép és 5 felső szint. Nem tudom ezt pontosan most ebben az évben, hogy lesz. Beszéljünk magáról a záróvizsgáról is, bár az egy kicsit odébb van, de arról is lehetett hallani, hogy annak sincs igazán sok tétje, mert elég megjelenni. Igen. Ez azért így nem igaz. Nem. Elég megjelenni, viszont aki 0 pontot ér el, ugyanúgy lecsúszik a listáról, nem tud bejutni abba a középiskolába, ahova szeretett volna. Tehát akinek komoly elképzelései vannak a jövőivel kapcsolatban, annak igenis jól kell teljesítenie, ugyanúgy, mint az előző években, amíg felvételi vizsgák voltak, és maximálisan törekedni a 20 pontra. A záróvizsgán marad csak a matematika, meg a magyar? Igen, ebben az évben, igen, míg a matematika és a magyar nyelv. És akkor jövőre kerül majd bevezetésre az a kombinált teszt, amely egyéb természettudományi tantárgyakból méri fel a gyerekeknek, meg hát a társadalomtudományiból egy általános műveltségképet nyújtva. Köszönöm, hogy itt voltak. Én is köszönöm. Az én autómat lakossági bejelentés alapján találták meg a rendőrök. Éljen ön is a lehetőséggel. Jelentse, ha ilyen vagy ehhez hasonló lopás érte. A keressük kukac.panonrtv.com e-mail címre írja meg, mit vittek el a tolvajok. Médiaházunk lehetőség szerint a televízióban és a rádióban, valamint a panonrtv.com internetes honlapon is megjelenteti az esetet. Segítünk, hogy előkerüljenek az ellopott tárgyak. Ön tudja, hol van Székelykeve? Itt van Vajdaságban, ez a magyar nyelv legdélebbi bástyája itt a térségünkben. Hogy hogyan élnek ott a magyarok, kiderül a következő riportból. Székelykeve, vagy ahogy errefelé a szerbek mondják, Skorenovac Vajdaságban a magyar nyelv legdélebbi bástyája. Amint egy 2000 lakosú délbánsági faluban a Bukovinából elszármazott székelyek élnek. A lakosság közel 90%-a magyarnak vallja magát, sőt az itt élő bolgár, paltyánok és szlávok is nemzetiségüket megtartva beolvadtak a közösségbe. Itt nálunk az asszimilációt pozitív vabb értelembe lehet szemlélni vagy látni. Itt mindannyian átveszik a magyar nyelvet és mindannyian a magyar szokásokat, magyar kultúrát, de ahogy kimozdulunk innét Székelykevéről, már a környező falvakban, bárhova megyünk, ott már kénytelenek vagyunk a szláv nyelvet használni, kénytelenek vagyunk az ő nyelvüket is beszélni. Az iskolában kizárólag magyar nyelvű tanítás van, és Bogos Tivadar, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke szerint itt minden szó megértésre talál. Székelykevén mi meg vagyunk elégedve saját státusunkkal, önértelemben, hogy a szerbekkel jól élünk, az önkormányzatban jelen vagyunk, a falu önkormányzatát, a helyi közösség tanácsában tiszta magyar képviselők vannak, és mondhassuk, hogy a munkában a szervek oldaláról segítenek.
Székely Kevin sincs kolbászból a kerítés. A lakosság kizárólag állattenyésztéssel és mezőgazdasággal foglalkozik, nagy a szegénység. A legnagyobb probléma és a gond a munkanélküliség. Nehéz a megélhetőség, de sajnos elmennek másfele dolgozni. Na de aki felbírja találni magát, fődek, jószágok, akkor így feltaláljuk magunkat. És valahogy, csak nehéz, nehéz. A falu lakossága elöregedett, a fiatalok közül sokan elköltöztek, mára már mindenki szomszéd és jó barát, mondja az egyik asszony, aki hozzáteszi, ezért együtt sírnak és nevetnek bánatukon és örömükön. Amikor házasság van, meg lakadalom, ugye itten akkor az egy nagy öröm. Most már odáig jutottunk, hogy majdnem az egész falu meg van hívva a lakadalomba. A bukovinai székely hagyományokat leginkább a faluban már évtizedek óta működő kézi munkacsoport őrizte meg. Szofrán Ilona saját házában fogadott bennünket. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, örülök, hogy megérkeztek végre. Tessék befáradni, foglaljon helyet. Köszönöm szépen. Itt Székely Kevin, hát nagyon messze vagyunk, de örülök, hogy eljöttek. Elmondása szerint nagyon nehéz volt továbbvinni a székely varottast, mert a szabályos mintáktól és színektől nem lehet eltérni. A mai napig őrzi azon értékes kézimunkát, melyet ősei Bukovinából hoztak. Ez az asztalon, amit itt láthatunk, hogy felemeljem, ez az egyik. Ez egy kis párna, ez a másik kis párna, aminek nagyon nagy értéke van, és pedig az érték, a sok éves érték. Ez több mint 200 éves, mert ott Bukovinában is már használták. A falusi turizmus a kevevári községben Székely Kevin a legfejlettebb. Az idei évben mintegy 5000 látogatót fogadtak. Elmondásuk szerint a tájházat nem csak a turisták számára alakították ki, hanem azért, hogy megőrizzék hagyományaikat és régi tárgyaikat. Székely Kevin a házakat nem díszíti székelykapu. Vajdaság egyetlen hagyományos, faragott kapuja a temető bejáratánál köszönti a belépőt. Ezt 1995-ben állították, igen nehéz körülmények között. A temető bejáratához tettük, az is egy érdekes dolog, azért, mert különben abban az időben nem igazán lehetett volna ilyen nemzetiségű jellegű dolgokat állítani, és akkor az önkormányzat vezetősége kitalálta, hogy hát elromlott a, vagy tönkrement a temetőkapu, kell egy újat állítani oda, és hát ebből eredőleg letten ott felállítva, az üzenetje pedig, ami rovásírással és latin magyar írással is olvasható, hogy voltunk, mint tű, és lesztek, mint mű. A falubeliek nemigen tartják a kapcsolatot az erdélyi székelyekkel. Ennek főként anyagi, de politikai okai is vannak. Az őshaza iránti szeretet azonban tovább él szívükben. Most majd ugye Pünkösdre szeretnénk eljutni a csíksomlyói búcsúra. Szeretnénk meglátogatni azokat a részeket is, ahonnét az őseink származnak, ahonnét jöttek. Ezek tervek, de bízunk benne, hogy nem csak elméleti szinten, hanem majd gyakorlatban is meg fognak valósulni. A vajdasági székelyek igaz távol Erdélytől őrzik a székely szokásokat és hagyományokat, és megpróbálják azokat továbbadni az ifjú nemzedéknek. Közügyek főtámogatója az OTP Bank. Ez volt már a közügyek, köszönöm, hogy velünk tartottak ezúttal is. Ha lemaradtak valamiről, keressék az ismétléseket a Pannon TV műsorán, vagy keressék fel honlapunkat www.pannonrtv.com. A közügyek is megtalálható a Facebookon. Ne csak lájkoljanak bennünket, hanem küldjenek üzenetet, szóljanak hozzá a műsorhoz, adjanak témajavaslatot, vagy bármit, tartsuk a kapcsolatot. Szép estét mindenkinek!